A munkásosztálybelieket próbálta megszólítani Marine Le Pen a francia elnökválasztás vasárnapi döntőfordulója előtt. A nemzeti tömörülés elnökjelöltje a Macron elleni szavazásra buzdít. Barátaim, ha a csendes többség úgy dönt, hogy elmegy szavazni, akkor győzedelmeskedni fog, és végre nem fognak ráerőltetni politikai irányvonalakat, amelyek tönkreteszik és leértékelik, mondta egy Észak-Franciaországban tartott kampányeseményen. Azoknak, akiket vonz a távolmaradás, azt üzenem, ha nem foglalkoznak a politikával, akkor majd a politika fogja önöket utolérni. Macron, aki éveken át rosszul fog önökkel bánni. Mi értelme van azt kiabálni, hogy Macron mondjon le, amikor 3 napon belül kirúghatják őt minden gond nélkül? Ezzel az üzenettel támogatói is egyetértenek, akik tudják, hogy Le Pennek először van valódi esélye az elnöki pozícióra. Marine a nép, Macron pedig a gazdagok jelöltje, aki utálja a népét, ez pedig nagy különbség, véli ez a háziasszony. Le Pen győzelme földrengésszerű hatással lenne az Európai Unióra, ráadásul teljesen máshová helyezné Franciaország külpolitikájának fókuszát, Oroszország irányába, amellyel úgy tudni Le Pen szoros kapcsolatokat ápol. Az a valóság, hogy az elmúlt 10 évben, amióta ő vezeti a Nemzeti Frontot, amiből később kialakult a nemzeti tömörülés, Marine Le Pen minden lépését a Kreml pozíciójához igazította, mondja a L'Express heti lap politikai elemzője. Kezdve a NATO-ból való kilépéstől keresztül azon, ahogyan az Oroszországgal szembeni európai szankciókat bírálja, egészen addig, hogy elismerte a Krím bekebelezéséhez vezető népszavazást, amit mindenki illegálisnak tekint a nemzetközi közösségben. De la Crimée, référendum que tout le monde, toute la communauté occidentale a considéré comme illégal. Moszkvával való szoros kapcsolatait mutatja az is, hogy 2 titkos találkozója is volt Vlagyimir Putyinnal, valamint legalább 2 nagy összegű kölcsönt vett fel orosz bankoktól. Jelentős összegekről van szó, folytatja az Express újságírója. A 2 Oroszországtól felvett kölcsön együttesen 11 millió euróra rúg, és nagy részét ezeknek még nem fizették vissza. Abban minden szakértő egyetért, hogy ezeket a kölcsönöket Le Pen nem kapta volna meg, ha a Kreml és Vlagyimir Putyin közeli tanácsadói nem adnak neki zöld lámpát. Le Pen és Macron tévévitáján a leköszönő államfő szintén azzal vádolta riválisát, hogy lepaktál Putyinnal, és a magyar MKB banktól felvett hitelt is egy lapon említette az orosz bankokéval. Le Pen szavazói számára azonban a szoros orosz kapcsolatok nem hatnak riasztóan.